Hello! Üdvözlök mindenkit a Gesztesi Szalomból. Itt töltöttem nagyon érdekes időszakot, közben a fejemet is megújították, hogy legalább 10-15 évvel fiatalabban nézek ki. Várok azok a jövőben, hogyha legközelebb jövök el a Gesztesi Szalomba, a hajamat is meg fogják sokasítani. Gyertek ide! Nagyszerű hely! Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hitrádióban. Mondjátok velem együtt, hogy az Úr velem, kicsoda ellenem. És hiszem azt, hogy a názáti Jézus Krisztus engesztelő áldozata által megváltott engemet, és új természettel ajándékozott meg, fölírta nevemet az élet könyvében, és hiszem, hogy a názáti Jézus Krisztus az Istenek az igazsága, és ebből az igazságból részesülhettem, mert hiszem, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az Atyához, csak ő általa. És én elfogadtam, és mai napon is oda szentelem az életemet neki, hogy ő az Istenek az igazsága, és lemondtam a saját igazságomról, hogy az Istenek az igazsága uralkodjon az életem fölött, hogy ez által igaz emberként állhassak az élő Isten előtt, akit magasztalok és dicsőítek, mert szeret engemet, mert a fiát Jézust odaadtan én érettem, hogy ne a pokolba kerüljek, hanem attól megszabaduljak, az Isten országának a polgára legyek, hogy szellemben és igazságban imádjam az Atyát, most és mindörökké az Úr Jézus nevében. Amen. Halleluja. Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve, 16. rész. Az örökkévaló, Jéhu próféta, Hanáni fia által ezt mondta Balsának. Én emeltelek föl a porból, és uralkodóvá tettelek népem Izrael fölött. Te mégis Jeroboám útját követted. Bűnbe vitted népemet, Izraelt. Ők pedig haragra ingereltek a vétkeikkel. Balsá, én eltöröllek téged a föld színéről, és kiirtom családod minden tagját. Úgy fogok veletek bánni, mint Jeroboám, Nébát fia családjával. Aki a családodból a városban hal meg, annak testét a kutyák eszik meg. Aki pedig a városon kívül pusztul el, azt az égi madarak tépik szét. Balsá egyéb dolgait, hős tetteit és mindazt, amit tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Balsá meghalt, és Tircában temették el. Fia Élá követte Izrael trónján. Balsá sok olyan dolgot követett el, amelyet az örökkévaló gonosznak tartott, és amelyekkel Balsá az örökkévalót haragra ingerelte. Balsá és családja olyan volt, mint Jeroboám és annak családja. Ezen felül Balsá még ki is írtotta Jeroboám családját. Mindezek miatt az örökkévaló, Jéhu próféta, Hanáni fia által kijelentette ítéletét Balsá és családja ellen. Ászá, Júda királya uralkodásának 26. évében lett Izrael királya Élá, Balsá fia. 2 esztendeig uralkodott Tircában. Élá király ellen azonban összeesküvés szőtt Zimri, a harci szekerek egyik csapatának parancsnoka. Egyszer Élá vendégségbe ment Arcához, aki Tircában a királyi palota felügyelője volt. Ettek ittak, és Élá lerészegedett. Akkor Zimri bement a házba, meggyilkolta Élá királyt, és magához ragadta a királyi hatalmat. Ez Ászá, Júda királya uralkodásának 27. évében történt. Alig, hogy Zimri király lett, első dolga volt, hogy kiírtsa Balsá egész családjából a férfiakat. Senkit sem hagyott életben Balsá rokonai közül,
sőt, még a barátait is meggyilkoltatta. Így teljesedett be az örökké való szava, amelyet Jéhu próféta által mondott Baasá családjáról. Zimri teljesen kipusztította őket. Baasá és fia Élá bűnei miatt történt ez, amelyekkel Izrael népét bűnbe vitték, és bálványimádásukkal az örökké valót, Izrael istenét haragra ingerelték. Élá király egyéb viselt dolgait és mindazt, amit tett, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Ászá, Júda királya uralkodásának 27. évében lett király Izraelben Zimri, de csak 7 napig uralkodott Tircában. A hadsereg ekkor éppen a filiszteusok városát, Gibbetont ostromolta. Amikor megtudták, hogy Zimri összeesküvés szőtt Élá király ellen, és meg is gyilkolta őt, akkor az egész sereg ott a táborban Omrit, a sereg vezérét kiáltotta ki Izrael királyává még azon a napon. Ezután Omri a sereg élén fölvonult Gibbetónból, és körülzárta Tirca városát, ahol Zimri volt. Amikor Zimri látta, hogy Omri serege elfoglalja a várost, bemenekült a királyi palota tornyába, magára gyújtotta, és azzal együtt pusztult el. Azért történt így, mert Zimri is Jeroboám útján járt, ugyanazokat a bűnöket követte el, és ugyanúgy bűnbe vitte Izrael népét. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Zimri egyéb viselt dolgait és árulását följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Ezután Izrael népe két pártra szakadt. Az egyik párt Dibnit, Ginat fiát akarta királlyá tenni, a másik pedig Omrit. Ez utóbbi párt bizonyult erősebbnek, és Dibni meghalt. Így Omri lett Izrael királya. Ászá, Júda királya uralkodásának 31. évében lett király Izraelben Omri, és 12 évig uralkodott. 6 évig Tircában tartotta királyi udvarát, azután új várost épített, és oda költözött. Semertől 2 talentum ezüstért megvásárolta Samária hegyét, és ott építette föl az új várost, amelyet az eredeti tulajdonos nevéről Samáriának nevezett el. Omri minden elődjénél gonoszabb volt. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Jeroboám Nebát fia útján járt, és ugyanazokat a bűnöket követte el. Ugyanúgy bűnbe vitte Izrael népét, amely a bálványimádással haragra ingerelte az örökkévalót, Izrael istenét. Omri egyéb dolgait és hőstetteit följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután Omri meghalt, és Samáriában temették el. Fia Achab követte Izrael trónján. Ászá, Júda királya uralkodásának 38. évében Achab, Omri fia lett a király Izraelben. Samáriában uralkodott 22 évig. Achab minden elődjénél gonoszabb volt. Olyan dolgokat tett, amelyeket az örökkévaló rossznak tart. Ugyanazokat a bűnöket követte el, amelyeket Jeroboám, Nebát fia. Ráadásul feleségül vette Jezabelt, a Szidónia királyának, Edbálnak a leányát. Ettől kezdve Achab is Baált tisztelte és imádta. Templomot és oltárt is épített Baált tiszteletére Samáriában. Asera oszlopot is állított, és még inkább haragra ingerelte az örökkévalót, Izrael istenét, mint az előtte uralkodó izraeli királyok. Achab uralkodása idején történt, hogy a bételi Hiél újjáépítette Jerikó városát. Az alapokat elsőszülött fiának az élete árán fektette le, a városkapuit pedig legkisebb fiának az élete árán állította föl. Éppen úgy, ahogy azt az örökkévaló előre megmondta Józsué, Nun fia által. Következik Németh Sándor napi üzenete. És a Bibliában nem reflexiókat látunk Istenről, tehát nem az emberek reflektálnak Istenre, és nem az embereknek a gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. A világ gyakran ezt gondolja a Bibliáról, és ezért ugye az Istennek a beszéde nem tud úgy hatni az emberekben, emberekre, hogyha a Szent Írást úgy veszik, mint emberi reflexió Istenre, hanem a Bibliában Isten beszél az emberhez. Tehát nem az ember gondolja
hanem az emberek gondolatait tartalmazza a Biblia Istenről. Mert az ember, ha gondolkodik Istenről, akkor az ember nem tud bekerülni Istennek a jelenlétébe, mert minden gondolatunk Istenről az a mi termékünk. Azzal Isten jelenléte nem tud behatolni az életünkben. Isten jelenléte csak a kinyilatkoztatás, az ő kinyilatkoztatása által tud behatolni az életünkbe. De ha én gondolkodok Istenről, és találok ki gondolatokat, illetve kialakítok ezekből gondolati rendszert, akkor gyakorlatilag bezárom magamat, és többnyire bálványimádás lesz ennek az eredménye. És gyakran az ember makacssá válik a saját véleménye miatt. És általában az az igazság, hogy az emberek a saját véleményükbe beleszeretnek, makacsul ragaszkodnak, és ez a bálványimádásnak az első, legfontosabb szintje az emberben, és ezért a makacs emberekben már megvan, jelen van a bálványimádásnak a szelleme, a képessége, mert a vélemény, a soha az ember, ha bármiről kialakult vélemény, az soha nem lehet merev, ahhoz az ember soha nem ragaszkodhat abszolút módon, mert nem biztos, hogy az teljes igazságot tartalmazza, vagy egyáltalán még az se biztos, hogy igaz. Ezért az ember óvatos a saját maga véleményével kapcsolatosan is, és különösen látható, hogy a vallásos embereknél van ez nagyon gyakran, hogy bigottá válnak, fanatikussá válnak, mert gondolatokat alkotnak Istenről, és azt esetleg tanítássá teszik, doktrinává teszik, ezt tanítják, ez ragaszkodnak ehhez, azt mondják, hogy ez a mi felekezetünk tanításai, és utána látjuk, a történelem bizonyítja, hogy ölni is képesek emiatt. Mert ragaszkodnak a saját tanításaikhoz. Holott újra mondom, hogy a kinyilatkoztatás és az ember csak úgy tud bekerülni az Isten jelenlétébe, ha Isten szól hozzám, én meg megnyillok az Isten szavára, és beengedem az életembe, illetve szívembe, és utána Isten átjárja a szellememet, és bevonja a szellememen keresztül a személyiségemet Istennek a jelenlétébe. Tehát ehhez eleve alázat szükségeltetik, mert amikor Isten szó, eleve már az Isten szavának az igénylése, benne van az ember szellemébe, mert az igazi Istenfélő emberekben, mert tudják nagyon jól, hogy az Isten és az ember közötti szakadékot én a saját magam képessége által nem tudom áthidalni. Csak ő tudja a hidat építeni felém. Én nem tudok hidat építeni feléje, mert ha hidat építek, akkor valószínű nem az Istennek az oldalára jutok ki, hanem valami egészen más oldalra kerülök. Ez a vallásnak a problémája. Mert a vallás az nem, önmagában nem érték, az érték az Isten. Érték az Isten jelenléte. Érték az, hogy az emberben Isten jelenléte kiépül, és elkezd Isten szelleme munkálkodni az emberben. De ehhez a kinyilatkoztatásnak, az embernek el kell fogadni, illetve alá kell magát rendelni, be kell fogadnia azt a szívébe. És a kinyilatkoztatásról azt mondtuk, hogy alapvetően két formában jön a kinyilatkoztatás az emberhez, van más formája is, de most a két főt formunk, a hallás és közösségteremtés, amikor mint a Sámuelhoz, a füléhez szólt az Úr. Én most a fizikai fülemhez mutattam, de nyilván fizikai hanggal is szólhat az Úr az emberhez, de legtöbbször nem fizikai hanggal szól az emberhez, hanem az Isten embereinek a szellemének a halló képességét fölerősítik kegyelem által, és a szelleme tudja hallani tisztán az Istennek a hangját. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Bruce E. Olson, Brucskó. 10. fejezet. Szörnyű fogadtatás. Másnap, kora reggel heted magammal indultam útnak. A nap éppen csak kibukkant a hegyek mögül, mikor magunk mögött hagytuk a falut. Hűvös és friss volt a levegő. Sietve haladtunk előre a szinte észrevehetetlen hegyi ösvényeken, nem nagyon beszélgettünk. Még enni sem álltunk meg.
Napnyugta után is mentünk, amíg csak valamicskét is látni lehetett. Másnap már napfelkelte előtt úton voltunk. Ilyen tempóban haladtunk 6 napon át. A táj és a klíma fokozatosan megváltozott. A magas hegyi növényzet búja a trópusi őserdővé alakult át, indák lógtak a magas fákról, sokszor kötélvastagságúak. A hangok is mások voltak. Papagájok rikácsoltak ránk. Néha egy-egy majom visítása hallatszott, ahogy elmenekült előlünk a fákon át ugrálva. Esténként, mikor végre megálltunk, szinte összeestem a fáradtságtól. Minden nap egyre nehezebben tudtam felkelni a hajnali szürkületben. A lyukókon viszont nyoma sem látszott a fáradtságnak. A hőség idegesítette őket, csak úgy csorgott róluk az izzadság, de nem lassították a lépteiket. Lassan a Motilón indiánok földjére értünk. Egy hegygerinc felé igyekeztünk, mely egy Motilón településre nézett. Onnan már nekem kellett volna gondoskodnom magamról. A lyukók egyre óvatosabban, csöndesebben haladtak. Mikor megjegyzést akartam volna tenni egy színes papagájjal kapcsolatban, azonnal egy kéz tapadt a számra. Az egyik lyukó volt. Látszott rajta, hogy nem tréfál. Csak akkor engedett el, mikor már biztos volt benne, hogy csöndben fogok maradni. Ezen a vidéken már nem kellett magas csúcsokat mászni, legfeljebb kisebb gerinceket. A dzsungel olyan sűrű volt, hogy alig láttuk az eget. Legnagyobb problémát a folyók jelentették. A part mentén a talaj gyakran annyira iszapos volt, hogy órákig tartott, még kikeveredtünk belőle. A 7. nap reggel felszedelőzködtünk, és egyetlen szó nélkül indultunk tovább. Tudtam, hogy közel járunk a motilónokhoz, és akármilyen fáradt voltam, fürgében lépkedtem. Végül is azért jöttem az őserdőbe. Nem sokára találkozni fogok életem első motilón indiánjával. Hirtelen minden lyukó megállt, és fölemelte a fejét, mintha a szelet szimatolná. Olyan mozdulatlanul álltak, mint a szobrok. Semmit nem hallottam, de én is megdermedtem. Hallgattam a szívem dobogását. Aztán, mint egy vezényszóra, a lyukók mindannyian futásnak eredtek, abba az irányba, amerről jöttünk. Egy pillanatig értetlenül álltam. Aztán esetlenül én is utánuk eredtem, bár fogalmam sem volt, miért ez a nagy rohanás. Beleütköztem néhány indába, elvágódtam, gyorsan föltápászkodtam, de megint belegabajodtam a liánokba, vadszőlőkbe. Égető fájdalom hasított bele a combomba, egész testem összerándult. Elestem. Úgy tűnt, minden lelassul körülöttem, még ziháló lélegzetvételem is. A combomhoz nyúltam. Egy hosszú nyilvessző állt ki belőle, és körülöttem minden csupa vér volt. Patakokban folyt le a lábamra. Nem tudtam levenni szememet a nyírról. Olyan valószínűtlennek tűnt, mintha valaki más lábából állt volna ki. Felnéztem, és elakadt a lélegzetem. Sötétbőrű, meztelen férfiak vettek körül, kezükben kifeszített íjakkal. 9 hegyes nyílhegy merett rám. Teljesen elfeledkeztem a lábamról. Ne, ne lőjetek! Kiáltottam lyukó nyelven, és könyörgő szemekkel néztem rájuk. Szénfekete szemük meg sem rezzent. Az íjak feszítése sem enyhült. Jó barátként jövök, mondtam spanyolul. Barát, egészítettem ki latinul. Anélkül, hogy szemüket levették volna rólam, leengedték a nyilvesszőket. Egyikük odajött hozzám. Lekuporodtam. Lehajolt, és kezével megragadta a nyíl végét. Lábfejét a combomra tette, és kirántotta a nyilat. Egy pillanatra minden elsötétült előttem. Lélegzetem is elakadt. A vér csak úgy ömlött a sebből.
A fájdalom minden egyes másodperccel fokozódott, és már az elviselhetetlenség határát súrolta. A férfi hátamba döfött a nyílvesszővel. Próbáltam nem törődni vele. Legszívesebben ott helyben meghaltam volna. De tovább döfködött. Azt akarta, hogy fölálljak. Így hát engedelmeskedtem. Lögdösni kezdett az egyik irányba. A többiek is sorba álltak, és megindultak a motilónok földje felé. 3 óra hosszat gyalogoltunk. Leírhatatlanul fájt a lábam. De ahogy lelassítottam volna, már éreztem is hátamban a nyílhegyét. Egy hosszú, meredek ösvényen kapaszkodtunk fel. Tudtam, hogy nem bírom már sokáig. Ájulás környékezett. Kezdett minden elsötétülni előttem. Végül mégiscsak fölértünk a hegy tetején lévő napos tisztásra, melynek közepén barna dombocska emelkedett. Olyan volt, mint egy mély kaptár, természetellenes módon emelkedett ki a környezetéből. 10-12 méter magas volt, és körben sötét, szögletes lyukak tátongtak belőle. Egyenesen oda mentünk, és bemásztunk az egyik lyukon. Először semmit nem láttam a sötétségben. Asszonyok és gyerekek visongtak, tülekedtek oda bent. Szemem fokozatosan kezdett hozzászokni a sötéthez. Egy gyékény szőnyegre lögtek. Az asszonyok és gyermekek eltűntek, csak férfiak álltak körül. Marcona, félelmetes árnyak. Hirtelen eszembe jutott, milyen sokakat megöltek az olajtársaság emberei közül. Ez a sors vár most rám is? Valamit mondtak, aztán magamra hagytak. Körülnéztem. A helyiség nem kerek volt, mint ahogy azt feltételeztem, hanem téglalap alakú, és összesen 6 ajtaja volt. Meghajlított és összekötözött pálmatörzsekből kialakított, gyönyörű boltívek képezték a mennyezetvázát, melyet barna pálmalevelekkel borítottak be. Nem győztem gyönyörködni benne. Úgy tűnt, egyre világosabb lesz, és ringani kezdett az egész épület, mintha szellő mozgatná. Kellemesen éreztem magam. A lábam sem fájt. Mielőtt elájultam volna, rájöttem, mi történik velem, és elnevettem magam. Delírium, mondtam hangosan, és ismét nevettem. Azt hiszem, másnap ébredhettem föl. Nem tudom, meddig feküdhettem ott önkívületben. Körülöttem az asszonyok és a gyermekek, ügyet sem vetettek rám. Kivert a veríték, és lázas voltam. A combom földagadt, és a nyílvessző ütötte sebb körül csúnyán begennyesedett. Igyekeztem felkönyökölni, de annyira szédültem, hogy vissza kellett feküdnöm. A mennyezetet bámultam. A boltívek egy katedrálisra emlékeztettek, az asszonyok halk egyenletes duruzsolása pedig olyan volt, mintha imádkoznának. Hasmenésem volt. Amikor először éreztem, hogy ki kellene mennem, megpróbáltam föltápászkodni, de visszanyomtak a gyékényre. Végül hosszas mutogatás után az egyik asszony kikísért oda, ahol az indiánok el szokták végezni a dolgukat. Elvörösödve guggoltam le, mert az asszony le nem vette rólam a szemét. És egyre gyakrabban kellett kijárnom. Félálomban hevertem a gyékényen egész nap. Hónaljamban megduzzadtak a mirigyek. Enni semmit nem kaptam. Késő délután hangos csatakiáltásra ébredtem. Felkészültem a legrosszabbra, és felültem. Beözönlöttek a férfiak, kiáltoztak, kezükben lenyilazott majmokat és papagájokat tartottak. Izgatott beszélgetés töltötte be a helyiséget. Az állatokat a tűz fölé tartották, hogy lepörköljék róluk a tollat, illetve a szőrt. A csípős füst úgy csavarta az orrom, majd megfulladtam. Aztán az asszonyok megsütötték az állatokat. A láz és a hasmenés ellenére is szörnyen éhes voltam. De nem kínáltak meg. Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió. Kezdett az igeidő ideje itt a Hit Live-on, a mikrofonnál Marosi Edit, a vendégem pedig Nagy József pásztor. Sok szeretettel köszöntelek. Én is örülök, hogy itt lehetek. Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat is, téged is, Edit. A témánk ma este pedig a békességes tűrés és az ígéreteknek az elnyerése a békességes tűrés által. Mit jelent pontosan ez a kifejezés a Bibliában, hogy békességes tűrés, és mit takar az eredeti? Hát először szeretnék egy igét felolvasni, mindjárt a Róma beliekhez írt levél 15. fejezetből, a 4-es 5-ös verszakot, mert amelyek régen megirattak, ami tanúságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Amen. Tehát itt a felolvasott ige szakaszban úgy is megnevezi magát az Isten, hogy a békességes tűrésnek és a vigasztalásnak az Istene. Tehát az Isten így is nevezi magát, hogy ő is a békességes tűrésnek és a vigasztalásnak az Istene, és azt kéri Pál, hogy ez a békességes tűrésnek és a vigasztalásnak az Istene adja meg a hívőknek, hogy ugyanan indulat legyen egymás iránt is bennük Jézus Krisztus szerint. Tehát ezt igazából leginkább az embereknek egymás felé kell gyakorolniuk, ezt a békességes tűrést és a kitartást. Eredetiben ez úgy hangzik, hogy makrotűmia, ez azt jelenti, hogy türelem, béketűrés, álhatatosság, kitartás. Tehát ez mind olyan jelzők, ami arra enged következtetni, hogy bizony az ígéretek és az áldások nem egyből történnek meg az életünkben, hanem van egy átfutási idő, amíg megvalósul Istennek az ígérete. És ezért is mondja itt a 4. verszakban, hogy amik régen megirattak, a tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. Tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy béketűrőek tudjunk lenni, amíg az áldások elérnek bennünket. Mert Isten megígérte, hogy megáldván megáldja Ábrahámot is, megsokasítván megsokasítja, a magját nagy néppé teszi, de nem volt magja se neki, nem volt gyermeke se neki. És nagyon sok más hithőse, szinte nincs olyan hithős a Bibliába, akinek ne kellett volna békességes tűrést gyakorolni, sőt, még szenvedést is elszenvedni, ezért mondja, hogy türelem, béketűrés, álhatatosság és kitartás. Tehát van úgy, hogy az ember úgy érzi, hogy ez semmiképp se tud megvalósulni, mert pont ellenkező irányba mennek a dolgok, mint ami felé az ígéretek szólnának. És ez a számtalanszor előfordul nagyon sok hithőssel, és ezért fontos, hogy a Bibliából ezeket a tanulságokat levonjuk, és vegyünk példát a hitnek, a hőseinek az életéből, hogy velük hogy történt, milyen ígéreteik voltak, és hogyan tudtak azok megvalósulni. És mielőtt rátérnénk a hit hőseire, mint például Ábrahám vagy Józsefnek a történetére, engem nagyon megragadott az, hogy Isten a békességes tűrésnek az Istene. Ez miben nyilvánul meg, hogy ő a békességes tűrésnek az Istene? Hát úgy, hogy nagyon türelmes velünk is. Igaz, hogy néha kiborítjuk őt, annak idején az Izrael fiai is nagyon kiborították őt, amikor miközben Isten fölhívta Mózest a hegyre, és odaadta neki a 10 parancsolatot, közben lent már aranyborjút készítettek, pedig hát azért átvitte őket a Vörös-tengeren, felhőben és tűzoszlopban vezette őket, vizet adott nekik a kősziklából, mannát adott nekik, tehát csomó csodát, ellátást, az egyiptom tapasztaltak, az egyiptom 10 istenét megítélte a szemük láttára, és mégis föl tudták idegesíteni Istent, mondta is Isten Mózesnek, hogy eltörlöm az egész népet, és téged meg nagy néppé teszlek. De Mózes akkor Istent vigasztalt. Az a jó, hogy egyszerre nem volt ideges Isten is, meg Mózes is. Mindig egyik a másikát nyugtatta.
És ezen Istenünk van, akivel lehet tárgyalni, az is nagyon jó. Mert ugyan mondta, hogy eltörli, de akkor a Mózes meg mondta Istennek, hogy hát akkor mit fognak szólni a többi népek, hogy kihoztad őket az Egyiptomból, de ma az ígéret földje nem bírtad bevinni őket? És akkor megbeszélte Istennel, hogy mégse ölje meg őket. Akkor ilyenkor Istennek is hosszú tűrést kellett gyakorolnia, mert csomó energiát, időt, szeretetet beléjük fektetett, és ők meg azzal hálálták meg, hogy aranyborjút csináltak. Tehát az Isten az egész Bibliában megmutatja, hogy a béketűrésnek az Istene. De már egyre fogytán van a türelme, és a végén ki fog ömleni a haragja a földre, de hát ugyanúgy türelmes a zsidóság fele is, Izrael fele is, az egyház fele is, tehát Isten is bemutatja, hogy ő is béketűrő, ő is sokat ki kell bírjon, amíg megszentelődünk, és amíg hozzá hasonlóak leszünk. És akkor ezt elvárja tőlünk is, hogy egymás iránt is hasonló indulattal legyünk, hogy meglegyen az egység, tehát hogy legyen egy ilyen békességes tűrés egymás iránt a keresztényekben. Igen, itt a Rómabeliek levél 15. fejezetben pont erről ír, hogy a békességes tűrésnek és a vigasztalásnak az Istene. Tehát az is nagyon fontos, hogy nem csak úgy kell békességesen tűrnünk, kitartanunk, elszenvednünk, állathatosnak lennünk, hogy szenvedve kibírjuk, hanem meg is vigasztal minket Isten. És ezért kell az írásoknak a vigasztalása. Tehát miközben beolvassuk a bibliai történeteket, az igéből kijelentést kapunk, és az reménységünket megerősíti. A reménység az a jövőre vonatkozik, a hit mindig a jelenben akar megnyilvánulni. Mondja, hogy a hit pedig a remélt dolgok megvalósulásának az alapja, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát a reménységünket meg kell erősíteni a jövőben, és mindenképpen az isteni terv szerint a jövőnkről gondolkodni, nem a pillanatnyi nehézségek szerint. Mert ez tudja a hitünket pályán tartani. Az olyan, mint a folyómeder a reménység, az olyan a hit számára, mint a víz számára a folyómeder. Hogyha van folyómeder, akkor abba tud folyni a víz, és az nagy áldás az embereknek. De ha kilép a medréből parttalan, akkor sok bajt tud csinálni. Ezért nagyon fontos, hogy egy általános szétfolyós hitünk legyen, hogy majd csak megsegít Isten, majd csak lesz valahogy, úgy még nem volt ott, sehogy se lett volna. Tehát nem általában kell hinni, hanem a élő reménységgel kell néznünk a jövőnkre, és az Isten tervet kell a szem előtt tartani. És ezért fontos a Bibliát jól ismerni, a történeteket tanulmányozni, mert az írás megvigasztal, ez a reménységünket megerősíti, és akkor egymás felé nem idegesek leszünk, nem feszültek, a feleség, a férje nem összeveszik, hogyha anyagi nehézség van, vagy az ember nem keseredik el, hogyha a leletei nagyon rosszat mutatnak, mert nem a leletre néz elsősorban, hanem az Úr Jézus ígéretére, hogy meggyógyultál az én sebeimben, és akkor az ember nem keseredik el. És a bibliai történetek meg tudják vigasztalni az embert. És a baj alatt is a reménységet meg tudja erősíteni. Másrészt az is, hogyha nem csak olvassuk az ígét, hanem hangosan olvassuk, vagy hallgatjuk például a Hit Rádióba, vagy az Isten tiszteleten, mert a hit hallásból van, az meg Isten igéje által. És a Isten igéjén szerint kell gondolkodnunk a jövőnkről is. Akkor tud egy szív és egy száj létrejönni, a dicséretbe is, a közös imákba is, és akkor Isten csodákat fog cselekedni. Egy nagyon jó példa van a szemünk előtt, illetve több nagyon jó példa van a szemünk előtt, de kezdjük elsőként Ábrahámnak a hitével. Ő hogyan tudta elnyerni az ígéreteket a békességes tűrésével? Hát Ábrahám az a hitnek az atya, tehát őről veszük leginkább a példát, de eljáróba szeretném mondani a kedves rádió hallgatóknak, a Galata levélben azt mondja Isten igéje, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitünk miatt mi is az Ábrahám áldásainak az örökösei vagyunk. Tehát ahogy az Úrban újjászülettünk, Jézus Krisztusban örök életünk van, és emiatt mi is az Ábrahám áldásainak az örökösei vagyunk. De Ábrahám sem automatikusan tudta megkapni az ő áldásait, hanem neki is kellett, ahogy mondja a Biblia, hit és békességes tűrést kellett gyakorolnia. Itt a zsidókhoz írt levél 6. fejezet, 11. verszakától olvasom föl Isten igéjét. Kívánjuk pedig, hogy közületek ki
ugyanazon buzgóságot tanúsítsa a reménységnek bizonossága iránt mindvégiglen. Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, kik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket. Mert az Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivel hogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött. Mondván, bizony megáldván, megáldalak téged, megsokasítván, megsokasítalak téged. S eképpen békességes tűrő lévén megnyerte az ígéretet. Amen. Amen. Tehát itt ezekben az ige szakaszban háromszor is említi a hit és a békességes tűrés kapcsolatát. És nem automatikusan valósul meg senkinek az életében az Istennek az ígérete. Ugyanis nem egy demilitarizált övezetben élünk, hanem van egy szellemi konfliktus hatalmas Isten és az ördög között, a jó és a rossz szellemvilág között, és Isten semmi nem statikus. Tehát nem marad ugyanúgy, hanem mi az imáinkkal, a hitéletünkkel, az Úrhoz való viszonyunkkal, egymáshoz való viszonyunkkal mindig formálni tudjuk a környezetünket és magunkat is. És itt Pál arra bátorít, hogy kívánjuk, hogy közületek ki, azaz mindenki, buzgó legyen a reménység bizonsága iránt mindvégig. És a mindvég az akkor lesz, amikor az Úr fölemel minket magához az ő dicsőségébe. És ahhoz, hogy kitartóak tudjunk lenni, tudjunk hit és békességes tűrést véghez vinni, elszenvedni kell negatív eseményeket is, az kell legyen bennünk lendület, kell legyen bennünk buzgóság. Még mondok egy példát, mondjuk megyünk az autóval, és egyszer csak elfogyalolunk az út, ami addig sima volt és jó, és egy hirtelen agyagos, sáros valamibe találjuk magunkat, akkor kell egy kicsit több lendület, hogy át tudjunk menni azon az akadályon. És utána majd lesz megint egy jobb útszakasz. De nem egyenes, sima út vezet a mennybe, hanem az útunk Jézus, ő egyenes és sima, de a földi úton, miközben követjük Jézust, sok próbatétel jön az életünkre. És nagyon fontos, hogy buzgóság legyen bennünk, és nem szabad, hogy meglankadjunk az Úrnak a keresésében, az Úrnak a szerelmében. És mondjuk ne legyünk lusták, hanem kövessük azokat, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéretet. És itt külön kiemeli a Ábrahámot, de a többi hithőse is hit és békességes tűrés által örökölte az ígéretet. Hát ugye Ábrám, amikor megkapta az ígéretet, először is kihívta őt Isten Ur-Kasdímból, akkor olyan 75 éves volt Ábrám, amikor kihívta. Töltött egy időt még Háránban is, aztán utána ment tovább le délre az ígéret földjére, és ugye mondta neki Isten, hogy az ő magvában megáldja a föld nemzetségeit. De először nem mondta, hogy ő neki és a Sárának a magvában, hanem csak, hogy az ő magvában. És azt, amikor már 99 éves volt a Sára, vagy 90 éves volt a Sára, Ábrám meg 100 éves, akkor, amikor a Mamré tölgyesében megjelent nekik az Úr, akkor mondta, hogy a Sárától fog születni a te magod. De ugye előtte Ábrámnak volt egy másik próbálkozása, és itt szeretném kiemelni, hogy a hit és békességes tűrést az mindvégig meg kell tartani. És itt volt Ábrámnak egy elbizonytalanodása, ugyanis a Sára rábeszélt az Ábrahámot, hogy akkor a Hágár hadd menjen be ő hozzá, mert ugye őnálam megszűnt az asszonyi természet, maga felül biztos volt, hogy neki nem lehet gyereke, és akkor talán Ábrahámnak meg a szolgálójának talán lehet, hogy így szól az ígéret. Mert nem mondta addig Isten, hogy Ábrahámtól és a Sárától, csak hogy Ábrahámtól. És akkor ugye Izmael megszületett Hágárral való kapcsolatából Ábrahámnak, ebből a mai napig nagy nemzetközi konfliktus van. De ebből mi a tanúság? Hogyha az Isten ígérete nem akar megvalósulni már több éves az életünkbe, ne akarjunk mi besegíteni az ígéret megvalósulásába, hanem várjuk ki, amíg Isten megvalósítja az ő saját terve szerint, az ő saját ígéretét. Ott sajnos hallgatott Ábrahám Sárára ebbe, és Hágártól megszületett az Izmael, és az Izmael már 13 éves volt, tehát már 88 éves volt Ábrahám, amikor ahhoz képest, hogy 75 évesen megkapta az ígéretet, és 88 éves volt akkor,
amikor az Izmael is megszületett. És az Izmael az nagyon megkeszerette Ábrahám. És amikor mondta neki Sára, amikor később az Izsák is megszületett, hogy na küldd el a gyermeket az anyjával együtt, akkor azt mondta Ábrahám, vaj, ha csak élne előtted az Izmael. De az Úrnak az volt a terv, hogy Izsáknak kell megszületnie, és amikor nagyot nevetett aztán Sára is a sátorban, amikor szólt hozzá Isten, nagyot nevetett Ábrahám is, na akkor meglett a nevetésnek a gyermeke, a szívük fölszabadult, és aztán Isten megadta nekik az Izsákot. És azt utána újabb próbatételnek tette ki Isten Izsákot és Ábrahámot is, mert már nem kisgyerek volt, hanem már felnőtt férfi volt Izsák, amikor Isten mondta Ábrahámnak, hogy most pedig áldozd föl a te egyetlenedet. Tehát ez is egy nagy próbatétel volt. Végre nagy nehezen megkapta, amit megígért Isten, és utána pedig Isten azt mondta, hogy most pedig áldozd föl nekem, amivel megáldottalak téged. És Ábrahám nem tudta, hogy összeegyeztetni, hogy akkor biztos az Isten föl fogja támasztani, mert ha ő benne áldatik meg a föld minden nemzetsége, akkor nem lehet, hogy meghaljon, mert Isten megígérte, és nem lehet, hogy Isten ígérete meghiúsuljon. És Ábrahám teljesen elhitte, hogy az Isten föl fogja támasztani az Izsákot, ha megöli is, ezért mondta a szolgáknak, hogy most elmegyünk, aztán majd visszajövünk, pedig ő már tudta, hogy mit fog csinálni, mert Isten megmondta neki. Tehát, hogy itt mondja az ige, hogy Isten megáldván megáldja az Ábrahámot, megsokasítván megsokasítja. És ekképpen békességes tüdő volt, és megnyerte az ígéretet. Tehát nekünk is fontos, hogy tudjunk békességesen tűrni, amíg az ígéretek megvalósulnak az életünkben. Ha beteg valaki, akkor ne adja föl, hogyha már több éve küzd, hogy meggyógyuljon, és még nem sikerült neki. Hogyha valaki nem találta meg a párját, pedig már évek óta imádkozik érte, ne csüggedjen el, mert Isten meg fogja adni neki. Mert Istennek az a terve, hogy az ő áldásai megvalósuljanak az embereknek, a hívőknek az életében. Tehát békességes tűrőnek kell nekünk is lenni, és van olyan, amikor ellentétes irányba haladnak a dolgok, mint amilyen Isten megígért nekünk. Na akkor kell aztán a békességes tűrés gyakorolni, kitartónak lenni, és Isten ígéretére ráhagyatkozni. Az előbb említetted Ábrahámnak a példáját az előző blogban részleteiben, hogy ő hogyan nyerte meg az ígéretet, de volt egy pont, amikor elbizonytalanodott, ez volt Izmaelnek az esete, hogy elbizonytalanodott abban, hogy Isten mit ígért neki, hogyha, és egy rossz döntést hozott. Ha hívőknek az életében van egy ilyen elbizonytalanodás, hogy többször szólt Isten a bizonyos ígérettel kapcsolatban, de mégis valahogy lelkileg elfárad, és egy másfajta megoldást próbál keresni. Ezt szerinted hogy lehet kivédeni? Ábrahám ugye nem esett bűnbe, mert abban az időben ez egy bevett dolog volt, hogy a szolgálón, hogyha szül a térdén, akkor megépül általa. Ez egy abban a időben egy bevett dolog volt, de te most ilyen nem tehet meg egy hívő, hogy nem jön gyerek a asszonytól, és akkor a takarítónővel összeáll, hogy átadtól lesz majd. Tehát ilyet nem szabad ma már csinálni. De a kérdésedre a válasz, hogy valóban ez egy nehéz dolog, hogy amikor megvannak az ígéreteink Istentől, és mégsem látszik megvalósulni az ígéret. Ilyenkor kicsit fanatikusnak kell lenni, és vakon bízni kell Isten ígéreteiben. És ugye Ábrahámmal nem akarom hibáztatni, mert szerintem mi sem biztos, hogy máshogy csináltuk volna, mert ugye csak annyit tudott, hogy az ő magját áldja meg. Mivel Sárán keresztül nem lett ez, akkor a Sára ötlete volt, az Ábrahám meg ebben együttműködött, tehát nem tűnt Isten ígéretével ellentétesnek ez a megoldás, látszólag. De aztán utólag kiderült, hogy mégis sok probléma származott belőle. Tehát ilyenkor kell a hosszú tűrés gyakorolni, a türelmet. Hogy akkor is bízunk Istenbe, ha úgy tűnik, hogy ebből már nincs kiút. Akkor is ő benne bízunk, mert végül meg lesz az, amit Isten mondott. Sok szoktam mondani, hogy nekünk örök életünk van. Bőven van időnk, hogy beteljesedjenek az ígéretek az életünkben. Lehet, hogy vannak olyan ígéretek, amik hamarabb megvalósulnak. Ábrahámnak 25 évet kellett várni, ahhoz képest, hogy először hallotta Istentől, hogy
megáldja őt és a magját, és 25 év múlva 100 évesen, amikor már minden remény elmúlt azzal kapcsolatban, már saját részéről is, nem csak a Sára részéről, de szólt hozzá az Úr, és az ige megelevenítette. És amikor ilyen helyzetben van például valaki, akinek súlyos betegsége van, és megmondta az Úr, hogy meggyógyultál a Jézus Krisztus sebeiben, de ott van az a makacs tünet, az a fájdalom, ott van az a fájó érzés, meg a megoldhatatlan probléma, akkor is ki kell tartani, hogy meggyógyultam a Jézus sebeiben. Pedig pont az ellenkezőjét érzi az ember. És egyszer csak megvalósul az, amiben hisz, amit Isten megígért. Eltűnik a fájdalom, és jön a gyógyulás. És akkor ez lelkileg is meg kell, hogy erősítse magát az ember, illetve a Szent Szellem ereje által, hogy átlendüljön ezeken a hullámvölgyeken. Igen, hogy... mert nem mindegy, hogy mire nézünk próbatétel közben. Ezért adta Isten az érckígyót a Mózesnek, hogy emelt föl Izrael fiai elé, és aki arra néz, az megmenekül. Jézus a János 3-ban megerősíti, hogy ugye Mózes fölemelte az érckígyót annak idején, úgy kell az ember fiának fölemeltetnie. Tehát akkor tudunk mi gyógyulásba, áldásba, az ígéretek megvalósulásába bekerülni, ha nem a ígéretek útjába levő akadályokat tanulmányozzuk, hanem a Bibliát és azt, amit Isten mondott. Ha mi fölemeljük Jézust, az ember fiát a legmagasabbra az életünkbe, és őrá nézünk. Nem oda nézünk, ahol a kígyó megmart a betegségre, a magányra, a félelemre, a lehetetlenségre, hanem az Isten ígéretére. És az Isten ígéretére nézünk, akkor nem a kígyomarás fog megölni minket, hanem az Isten ígérete fog meggyógyítani. És ahogy a Józsefre szeretnék rátérni még, mert József egy nagyon jó példa arra, megvolt az Istentől az álma, megvolt a kijelentése, és megvolt a cifra ruhája is, és el is dicsekedett ezekkel a testvéreinek. Ők pedig irigyek lettek rá, bedobták a kútba, és nem úgy nézett ki, hogy az ígéretek meg fognak valósulni. Hanem ellenkezőleg. Hanem ellenkezőleg. Úgy nézett ki, hogy meg fog halni a József, utána az már nagy előrelépés volt, hogy mégse ölték meg, hanem eladták rabszolgának, és meg kicsit jobban ment a dolga a Józsefnek, a főember lett a Putifárné házába, de ott meg a Putifárné szemet vetett a Józsefre, meg akarta őt erőszakolni, és József elkövette azt a hibát, hogy nem tartott kellő távolságot ettől a hölgytől, olyan közelségben volt hozzá, hogy a ruháját le tudta tépni róla, és így akkor meg tudta rágalmazni. Erre is oda kell figyelni, hogyha például valakinek még nincs párja, akkor a putifárnékat, vagy a fordított nem esetén a putifárokat el kell kerülni, és nem szabad olyan közelségbe se kerülni, hogy még rossz hírbe se kerüljön az ember. És a József ugye berágalmazta őt a putifárné, és akkor végre egy kicsit jobban ment a dolga, mindent már rábízott a putifár, csak a feleségét tartotta távol tőle, és ennek meg az lett, hogy bekerült a börtönbe. Hát a börtönbe... Mert ettől lejjebb... A börtönbe ott még távolabb került az ígéretek megvalósulásától. És mégis, amikor a legmélyebb pontra került József a börtönbe, na ott megfejtette a sütőmesternek, meg a pohárnoknak az álmát. A sütőmester az meghalt, a pohárnokot szabadon engedték, és megígérte neki a pohárnok, hogy majd ezt elmondja a fáraónak, és megemlékezik Józsefről, de nem emlékezett meg róla. Még ott is becsapták őt. És aztán eljött a nap, amikor a fáraó meglátta azt az álmat a 7 tehénről, meg a 7 buzakalászról, és a pohárnoknak eszébe jutott, hogy a börtönben néhány éve volt ott egy fiatalember, a József, és ő megfejtette az álmát. Elmondta a fáraónak, fáraó egyből üzent, hogy hozzák oda Józsefet, és József a szentek által megmondta a fáraónak, hogy mi az álma, és József a legmélyebb pontról, a börtönből bekerült a legmagasabb pontra, a fáraó főembere lett. És rajta keresztül menekült meg egész Egyiptom, Izrael fia is, és ez hogyan tud megvalósulni? Hogy el kellett jutni a legmélyebb pontra. És közben a jelleme fejlődött a Józsefnek, kitartó lett, a
az Úrban hosszú tűrő volt, és ő mindig maga előtt tartotta Istennek az ígéretét. És a Jákob áldását is szeretném felolvasni a Józseffel kapcsolatosan, ami az áldásból is kiderül, hogy sok harc által tudunk csak az ígéretekbe bejutni. Így mondja az ige az 1 Mózes 49.22-ben, Jákob áldása ez: termékeny fa József, termőág a forrás mellett. Ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók. De mereven marad kézíve, feszülten keze karjai. Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorától, kősziklájától. Atyád Istenétől, aki segélyen, a mindenhatótól, aki megáldjon, az ég áldásaival onnan felülről, a mélység áldásaival, amely alant terül, az emlők és anyamék áldásaival. Atyád áldásai meghaladják az őshegyek áldásait, örök halmok kiességeit, szálljanak József fejére, testvérek közül kiválasztottnak koponyájára. Tehát látható, hogy a Biblia termékeny fának nevezi Józsefet, és a termékeny fa az akkor is terem, ha kívül szárazság van, mert a gyökere a folyónak nyitva lesz, és a Szentlélekből jön az áldás. Keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók. Tehát nem harcmentes az ígéret felé vezető út. De mit csinál? Mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Istentől, Izrael pásztorától, kősziklájától. Tehát meg kell harcolni önmagunkba az elkeseredéssel, a kívülről jövő gonosz nyelvekkel, kívülről jövő nehézségekkel, és a szellem harcát meg kell harcolni a szellem kardjával, és akkor az Úr megerősít minket, és az ígéreteket meg fogjuk kapni. Józsefnek a példáját említetted az előző részben, akinek a sorsa egy nagy példa a számunkra, hiszen nagyon jó ígéreteket kapott, viszont az élete teljesen ellentétes irányba indult, mint ahogy azt az ígéretekben vagy álmában látta. Engem nagyon megdöbbentett, hogy ő teljesen egyedül volt egy idegen országban, és mégis ennyire hűségesen tudott ragaszkodni az álmaihoz, ígéretekhez. Bennünket ugye körülvesz hívők sokasága, a családi támogatás, de ő teljesen egyedül kellett, hogy megharcolja ezt a harcot, hogy ne engedje el azt az álmot. Szerinted mi volt a titka a József sikerének? Az, hogy ő teljesen Istenben bízott, és elhitte teljesen, hogy amit Isten ígért, az meg is cselekszi. Nem tudni hogyan, de meg fogja cselekedni. És miközben ebbe teljesen hitt, a folyamatos mély és még mélyebb pontok közepette is csak Istenben bízott. És amikor erre is figyelt, amikor már jobban ment a dolga rabszolgaként, akkor az ördög betette csapdát a Putifárnét, és hát simán nagyon sokan beleléptek volna ebbe a csapdába, hogy akkor kapcsolatot létesítenek a főnöknek a feleségével, és akkor még jobb dolguk lesz emberi szemből nézve. De azt mondta, hogyan vétkezhetnék Isten ellen, az én Uram ellen, hogy ezt a nagy gonoszságot megcselekedjem. És inkább vállalta a börtönt, de Isten igazsághoz hűséges volt. Tehát ő akkor is vállalta a rosszabb sorsot, tehát nem ment bele a kényelembe, a jólétbe, az élvezetbe azért, hogy jobb legyen a dolga, hanem akkor inkább legyen rosszabbul a dolga, de akkor is hűséges lesz Istenhez. Meg kell tanulni elszenvedni néha dolgokat. És József hűséges volt, mert ott volt a szerelem a szívébe, Istennek a szerelme kitöltetett a szívébe. És az fölülírt mindent. Ugyanígy a börtönbe is, amikor becsapták és nem szóltak a fáraónak, akkor is kitartott. És mi nekünk is az a dolog titka, hogy az Isten tudja megerősíteni a kezünket a harcra. Ha az Istennel megőrizzük a kapcsolatunkat, akár egymagunk vagyunk is egy ellenkultúrába, Isten akkor is megerősít minket. Ezért ne a haverokra figyeljél, te se rádióhallgató, ne a bulit keressed, a szórakozást, a jó érzéseket, hanem az Isten ígéreteit, és az meg fog valósulni. És a békességes tűrést hogyan valósítsuk meg a mindennapjaink során a gyakorlatban? Hát nyilván, hogy vannak nyomások minden emberen, úgy tudjuk megvalósítani, hogy akkor az írások vigasztalása által és a Istennek az igével való közösség által megerősítjük magunkat az Isteni ígéretekben. Tehát az embernek szüksége van, hogy erőt merítsen Istenből. És nem a külső környezet a forrása a mi sikerünknek, hanem az Istennel való személyes közösségünk, az ima életünk,
a imádkozásunk, a Bibliával való közösségünk, Szent Lélekkel való közösségünk, és hogy mondja a Róma levél, hogy amint kérnünk kellene, nem tudjuk, mert erőtlenek vagyunk, de maga a szellem kimondhatatlan fohászkodással esedezik értünk. Például egy karizmatikus újjászületett hívő nehéz helyzetbe kerül, és észre nem tudja felfogni, hogy jöjjön ki belőle, kezdi nem mennyi nyelveken imádkozni. És a Szent Lélek Isten szerint fog esedezni, ő érette is. És az Úr meg fogja szabadítani. Vagy kiáltson az Úrhoz, menjen ki az erdőre, mezőre, kiáltson az Úrhoz, és a lelkében erő fog támadni. És az akarat ereje nem fog legyengülni, hanem akarni fogja az Urat követni, akarni fogja Jézust szolgálni, és lesz újból reménysége. És a másik pedig, hogy olyan testvérekkel is lehet kérni imatámogatást, vagy barátoktól, akik mellénk állnak imában, mert van, hogy egymás terhét kell, hogy hordozzuk. Mert van, hogy egyedül nem bírja megharcolni azt, hogy olyan súlyos beteg, egyedül nem tudja átimádkozni, vagy olyan súlyos anyagi gondja van, egyedül nem bírja hordozni, akkor egymás terhét is lehet hordozni, egymást is bátorítani igék által. És akkor az Ura úgy is tud áttörést adni. És hogyha bizonyos ígéretekre mondjuk évtizedeket várakozik az ember, azért annak fennáll a veszélye, hogy megkeseredhet. Igen, az viszont ezt nagyon nem hogy jó. Kerüljük el? Hát a Zsidó 12-ből mondanék egy igét, nehogy a keserűség bármely gyökere felnövekedvén megfertőzzön, mert az elszakít a kegyelemtől, és sokakat megfertőz. A keserűség rosszabb, mint az écvírus. Jobban terjed. És amikor pontosan évtizedek óta való hiány és szükség van az ember életében, akkor nem mindegy, hogy a hitbeszédét szóljuk, vagy keserű beszédeket. Például a vérfolyásos asszony 12 év óta szenvedett a betegségébe. Minden vagyonát elköltött, és még rosszabbul lett. De amikor Jézus felől hallott, azt mondta, ha csak ruhája szélét megilletem, meggyógyulok a bajomból. Amikor Jézussal közösségben vagyunk, akkor megvalljuk a hitünket, hogy Jézussal meggyógyulunk a bajunkból. Még ha 12 évig szenvedtünk, akkor is meggyógyulunk. Vagy a 37 éve béna ember, aki a Betesda tónál feküdt 37 év óta. Az igen sok évtized óta már beteg volt, de és nem volt embere, hogy bevigye a vízbe. De Jézus gyakran pont a leggyengébbhez lép oda, a legesélytelenebbhez, és azt kérdezi, szeretnéd, hogy meggyógyuljál? Igen, de nincs emberem, hogy bevigyen a vízbe. Akkor mi fekszel itt, menj haza. Hát erre még nem is gondoltam. Fölkelt, beágyazott és hazament. Jézus nem mondta neki, hogy ő a messiás, ő az Isten fia. Csak mondod neki két mondatot, akkor menj haza. És hogy kimondta ezt az egyszerű mondatot, meggyógyult a beteg. Tehát nekünk Jézusra kell nézni. Jézusra kell hallgatni, soha nem az érzéseinkre, soha nem a kudarcainkra, hanem mindig is csak Jézusra. És mit tudsz tanácsolni azoknak, akik mondjuk évtizedek óta várnak házastársra, vagy gyermekáldásra, hogyan tartsanak ki, hogy ezek az ígéretek valóban megvalósuljanak az életükben? Semmiképp se adják fel, mert Isten akarata, hogy az emberek megházasodjanak, és az is, hogy gyermekáldásuk legyen. Tehát nyilván, hogy ebbe is a hitet kell gyakorolni. A gyerekáldásról már Ábrám kapcsán beszéltünk, a párválasztásról meg most Izsák kapcsán mondanék egy példát. Izsák is már 40 éves volt, és ott a mezőre kiment elmélkedni, Istennel közösségbe lenni, és nem a diszkóba kereste a feleségnek valót, nem a buliba, nem a Balatonszandon, vagy a Volt Fesztiválon, hanem Istentől kérte, hogy mutassa meg neki, hogy ki a párja. És miközben a mezőn elmélkedett, a szolga Eliézer már hozta is a Rebekát, és amikor meglátta, megszerette, bevitte a sátrába, és megvigasztalodott anyjának a halála után, és ugye Izsáknak is 20 évet kellett várni, mire a Rebeka szül gyereket. Tehát önnek is volt a gyerekáldással harca, de megvárta. Ott a Bibliában csak egy verszak van, hogy is utána szült, de azt, ha összeadjuk, az 20 év volt az, amíg meg volt. Ő már 5 évet lefaragott az apjának a teljesítményéből, mert az 25 év után kapta meg az ígéretet, ő már 20 év alatt. Tehát tudunk fejlődni is. Tartsunk ki, és Isten megadja az ígéreteket. Köszönjük szépen, ez egy nagyon jó zárszó volt itt az igéidőben. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.